A Magyarságkutató Intézet eszmetörténeti kutatóközpontjának a magyar keresztény gondolkodókkal foglalkozó konferenciáján Érszegi Márk Aurél egy olyan témáról tartott előadást, ami bízvást erősítheti nemzeti büszkeségünket, a magyar katolicizmus hozzájárulása a világegyházhoz. Ez olyan téma, amiről sajnos nem hallunk eleget, és nagyon örvendetes, hogy ön úgy döntött, hogy erről fog éppen beszélni nekünk. Számos kutatás jelent már meg szerencsére, mert szeretjük kutatni jelenlétünket a világban. Az én törekvésem az volt, hogy ezekből a kisebb mozaik kockákból, amik szerencsére elérhetők már, megpróbáljak egy összefoglaló képet alkotni, hogy milyen volt ez a magyar hozzájárulás a világ katolicizmusához, és nagyon érdekes, tanulságos trendek rajzolódtak ki belőle. Nagyon széles volt a spektrum, tehát voltak szentek, árpádházi szentjeink, voltak olyan emberek, akik a 20-21. Században végeztek missziós munkát, építettek kórházakat, templomokat, hoztak létre szerzetesi közösségeket. Megpróbáltam csoportosítani ezeket a magyar, külföldi magyar megjelenéseket, a külföldi magyar katolikus hozzájárulást, az szerint, hogy az egyháznak milyen jellegű tevékenysége volt világszerte. Ezeket mondjuk a missziók, a karitatív tevékenység, az oktatási tudományos tevékenység, a művészet, vagy éppen akár az emigráns közösségeknek a lelkipásztori gondozása, és természetesen a szent kultusz, vagy éppen a zarándoklatok címkéivel lehetne összefoglalni. És bizony ezen nagy vállalkozások, nagy területeknek a mindegyikében megfigyelhető a magyar katolikus jelenlét, méghozzá jelentős módon, ami engem különösen is megérintett, az a művészeti jelenlét, ami 20. század második felében volt különösen is érzékelhető. Ez azért is jó, mert ugye a nyelvi korlátot, ami más esetben eléggé érzékelhető, a magyar szellemi kincseknek a külföldi megjelenése kapcsán, a művészetek azok pont segítenek ezt felülemelkedni ezen a nyelvi korláton, és éppen ezért jelentős lehetett a magyar művészeknek a külföldi megjelenése. Így van, és ugye ebben a témában valószínűleg elsőnek mindenki a pálos rendre és a hatására gondolna, és úgy érzem, hogy nagyon szerencsés volt, hogy elsősorban nem erre koncentrált az előadás, hanem sokkal inkább 20-21. Századi történésekre, alapításokra, amelyek sokkal kevésbé ismertek, nem csekély részben azért, hiszen Dél-Amerika vagy Afrika területén végezték ezeket a missziós munkákat, mindazok, akikről említést tett az előadásában. Joggal vagyunk büszkék a pálosokra, akiket az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetes rendként szoktunk emlegetni, de rajtuk kívül több magyarországi alapítású női szerzetes rend is létesült, különösen a 19. század végén, de inkább a 20. század első felébe. Ráadásul ők kifejezetten modern szemléletű szerzetes rendek voltak, tehát a nőnevelés, a szociális gondoskodás, meg általában a szociális szerepvállalás felé fordultak. És hát az a nemzeti tragédiánkhoz tartozik hozzá, hogy nem Magyarországon tudtak elsősorban kibontakozni akkoriban, hanem ugye a kommunista diktatúra miatt külföldre kényszerültek, és ott fejtették ki tevékenységüket, és fejlődtek tovább, és sok helyütt annyira szervesültek a helyegyházban, hogy önálló rendé is alakultak immár külföldön. Aztán a rendszerváltás után majdnem mindegyik visszatért, vagy Magyarországon is újra megtelepült, hogy a magyarság javára idehaza is kamatoztathassa karizmáját és tevékenységét. Köszönöm szépen, aki a részletekre kíváncsi, azokat kérem, hogy nézze meg Érszegi Márk Aurél teljes előadását.